Hiába a részfúvósok a fény hangszerei. Köszöntöm Önöket szeretettel, Batta András vagyok. A Bartók Rádió hallgatóit és az interneten velünk tartókat egyaránt a Concerto Budapest karácsonyi hangversenyén, ahol ugye különböző csomagokat készített ez a nagyszerű zenekar, a különböző szólamcsoportok mutatnak be egy-egy ajándékot, csodálatos műsorra lehet számítani. Egy bensőséges művel folytatjuk, ami viszont nem annyira jellemző a zeneszerzőre, Hector Berliozról van szó, aki hát érdekes módon egy rendkívül turbulens, szenvedélyes csalódásokkal, szerelmekkel, szökésekkel, erőszakkal teli fél élet után egyszer csak Jézus gyermekkora felé fordult, 50 esztendős volt ekkor Hector Berlioz, és megkomponálta a Krisztus gyermekkora című, hát többé azt lehet mondani, hogy kamara oratóriumot. Kezdetben Heródes alakja foglalkoztatta teljesen jellemzően, de aztán valahogy a sors már annyira megtörte, hogy egyre inkább a gyermek Jézus irányába ment el. És egy érdekes epizódot ragadott ki Jézus életéből, amikor a Szent Család Jeruzsálemből, pontosabban a Betlehemből menekülve keres befogadást, és Egyiptomba térnek, Szaisz városába, ugye görögösen így mondják legalábbis, és a Szaiszban keresik a befogadót, és senki nem akar őket befogadni, és akkor egyszer csak egy izmaelita család fogadja be őket. Ez egy nagyon érdekes mozzanat egyébként, mert az izmaeliták az Ábrahámnak a másik ága, a másik vérvonal. Ugye az egyik volt az Izsák, a másik az Izmael, és ezek az izmaeliták, akikből később aztán a mohamedánok lettek, fogadják be a Héber családot. Tehát egy gyönyörű karácsonyi pillanat tulajdonképpen, és a gyerekeik egy szép kis házi muzsikát produkálnak, és ez a házi muzsika fog most mindjárt fölcsendülni két fuvolán és hárfán. Kacander Orsolya, Szilágyi Szabolcs és Lenka Petrovics előadásában. Thank you.
Karácsony nem lehet diótörő nélkül, ugye ez egy nagyon-nagyon szép és régi szokás, és hát maga a diótörő is végig húzódott az egész 19. századon, 1816-tól kezdve, amikor is E.T.A. Hoffmann, ez a nagyon különös, kicsit olyan kísérteties és a bizarr témákhoz nagyon vonzódó német író megírta a maga novelláját, a Diótörő és az Egér király címmel, és általában, mint minden német mese, ez is azért hát némi horrorisztikus és brutális elemet is tartalmaz. Mindenkit ugye elvarázsolnak, egér király, egér királynő megölik, átalakul, ez az egész diótörő, maga a figura is, a kitört fogával, aztán kiderül, hogy mégis egy herceg, de hát ahhoz nagyon sok mindent meg kell még tenni a mű folyamán. És aztán érdekes, hogy ez átalakul, lesz belőle egy francia mese, Alexandre Dumas-nak a novellája, amiből aztán színpadi változat is készült, és akkor így eljut Csajkovszkijhoz, aki rendkívül érzékeny a témára, de amikor Csajkovszkijhoz kerül, akkor már egy gyönyörű, szép és látványos showvá változik, egy igazi karácsonyi reprezentatív darabbá, csodálatos zenékkel, millió feldolgozásban. Most majd Balázs János Kossuth Díjas zongoraművésszel hallgatjuk az ő feldolgozását, mert egyfajta fantáziát ad elő a Diótörő legnépszerűbb dallamaira.
A másik darab Liszt Ferencnek egy felemelő kompozíciója, egy szent csoda tételéről. Két legendát írt Liszt zongorára. Az egyik Assisi Szent Ferenccel foglalkozik, a másik pedig Paulai Szent Ferenccel. Ugye 200 év van a két szent között. Paulai Szent Ferenc követte Assisi Szent Ferencet, remeteként élt, mindenről lemondott, és fantasztikus csodák fűződnek a nevéhez. Például ez a csoda is, hogy átkelt a messinai szoroson, méghozzá tengerszoroson, méghozzá nem is egyedül, hanem néhány szegény embert vitt magával, akit a révész nem akart átvinni a túlsó partra. És hát ennek az energiáját lehet ebben a darabban megfigyelni. Egy csodálatos kompozíció, igazi karácsonyi darab ez is.
Mozart muzsikával folytatjuk, méghozzá angyali zenével, ami egyébként egy rendkívül prózai dolognak köszönheti a létrejöttét, úgyis Mozartnak nem volt pénze, ez elég gyakran előfordult az életében, és amikor az édesanyjával Párizs felé tartottak, 1778-ban egyébként, akkor egy amatőr fuvolista, egy bizonyos De Jean úr rendelt tőle darabokat, egy nagyon furcsa együttesre, fuvola és három vonós, és hát Mozart persze elvállalta, de nem tudta az összeset megírni, és csak fele annyi pénzt kapott, és nem is nagyon strapálta magát. És az az érdekes, hogy azáltal, hogy nem akart nagy dolgokat megfogalmazni ebben a háromtételes darabban, egy olyan gyönyörű, tökéletes angyali zenét írt, ami azt gondolom, hogy a karácsonyfa alatt is megállja a helyét, mint ahogy minden darab a mai koncerten, amelyet Keller András, az együttes művészeti vezetője, a Concerto Budapest vezető karmestere talált ki, és én azt gondolom, hogy szórakoztató is, elgondolkodtató is, felemelő is. Tehát Mozart D-dur fuvola négyesét hallják most Kacander Orsolya, Keller András, Móri László és Karaszon Eszter előadásában. Thank you.
Schubert Ave Mariája persze nem maradhat ki egy karácsonyi áhítatos hangulatból, és én azt gondolom, hogy a Gounod Ave Maria mellett ez a zenetörténet leghíresebb Ave Mariája. Érdekes, hogy nem szent szöveget zenésített meg eredetileg Schubert, hanem Walter Scottnak az egyik regényéből német fordításban egy verset, amiben egy hölgy a skót édesapjáira, aki egy nemes ember, és üldözik az angolok természetesen, tehát az ő életéért könyörög, és ezért ismétlődik mindig meg, hogy Ave Maria, Ave Maria. Hát aztán ez egy olyan hihetetlen hatást gyakorolt a kortársakra is már, és a későbbi utókorra is, hogy valóban az egyik legimaszerűbb kompozíció, és szinte azt lehet mondani, hogy most már liturgikus funkciója van ennek a Schubert Ave Mariának, olyannyira, hogy latin szöveget is ráhúztak már a schuberti kíséretre. De hogy azért Bach mester se maradjon itt parlagon, mert hogy a másik híres Ave Maria az egy Bach zenére rátett Gounod dallam, amit most nem csendítünk föl, de azért fölcsendítünk egy Bach hegedű csembaló szonáta tételt. Mindkét művet Keller András és Balázs János adja elő. Thank you.
Van Debussynek egy fiatalkori darabja, aminek az a címe, hogy Tarantelle Styrien, azaz Steyer Tarantella, ami persze hát önmagában ellentmondásos, hiszen Steyerországban soha nem táncoltak tarantellát. De Debussynek megtetszett a cím, valóban van valamiféle tarantella karakter, és hát ugye rendkívül gyors, lüktetésű darabról van szó. 28 esztendős volt, amikor ezt írta, és érezzük már rajta a Debussy-féle stílusjegyeket, és különösen abban a verzióban, amit most hallani fognak, ütőhangszereken, vibrafonon, marimbán, harangjátékon. Azért is revelatív ez a feldolgozás Hollo Aurélnak a munkája, mert Debussy egy évvel korábban, mielőtt ez a zongoradarab megjelent volna, életében először hallott távol-keleti zenét, gamelán zenét 1889-ben a Párizsi világkiállításon. És valahogy, hogyha ezt a zongoradarabot most meghallgatjuk ezeken a kicsit gamelánra emlékeztető csengő-bongó ütőhangszereken, akkor minthogyha nem is Steyerország és nem is a tarantella állna a darab mögött, hanem a távoli Indonézia. Debussynek ezt az érdekes darabját Hollo Aurél átiratában Fábri Boglárka, Éles Tibor, Gianda Vitali és Janca Dániel adják elő. Thank you.
Csajkovszki szeretett az Arno partján sétálni, a Firenzének a híres folyója, és a Firenze melletti dombokon, abban a csodálatos tájban. Hát ki ne szeretné Firenzét, és persze egy ilyen érzékeny művészember, mint Csajkovszki, gyakran visszatért élete folyamán Firenzébe, nem csak pihenni, hanem dolgozni is. Itt fejezte be a Pikdáma című, hát meglehetősen sötét és izgalmas opera krimiét, aminek a végén a főhős öngyilkos lesz. És a Csajkovszki annyira megrázkódott ettől a dologtól, hogy Firenzében, ebben a gyönyörű városban hal meg az ő főhőse, hogy ott is hagyta másnap a várost és elment Rómába. Na, miért mesélem el mindezt? Azért, mert azért Firenze mégis hagyott valami pozitív nyomot is Csajkovszkiban, ugyanis amikor visszament Oroszországba a vidéki birtokaira, akkor komponált egy emléket Firenzéről, Souvenir de Florence. Az a címe ennek a darabnak. Részben azért, mert szerette a várost, meg akarta ennek a csodálatos, harmonikus, mediterrán levegőnek a zeneiségét valami módon visszaadni. Részben pedig azért, mert a mentora, múzsája, segítője, Nagyesda von Meck, ugye ez egy olyan híres és gazdag mecénás volt, örült annak, hogy végre egy olyan Csajkovszki darabot kaphat, amit a saját házába, kastélyába is elő tud adni, hiszen csak 6 vonós hangszerre íródott ez a darab. Van egy olyan csodálatos lassú tétele, 4 tételes egyébként az egész, a lassú tétele, ami valami egészen fantasztikus, mert egy dallamra épül, és annak az ismétlésére, de ezt a dallamot egyszerűen nem lehet megunni. Tehát Csajkovszkinak még a legistenibb és ikletett dallamai közül is az egyike a legszebbeknek. Hát persze karácsonyi hangulatban az ember még inkább érzékeny egy ilyen zenére, amit most a vonós szextett formájában hallanak, Keller Andrással, Környei Zsófiával, Homoki Gáborral, Szomor meg kis Jankával, Fenyő Lászlóval és Takács Ákossal. Thank you.
Thank you.
Koncert végére természetesen egy ráadás, méghozzá szerintem egy nagyon kedves ötlet, Keller András, a Concerto Budapest művészeti vezetője gondolta ezt ki, hogy ismét megjelennek a részfúvósok, és előadnak egy olyan darabot, amivel a házi kedvenceinkre is gondolunk ilyenkor karácsonykor, hiszen ott dorombolnak a macskák, ott ugatnak a kutyák körülöttünk. Ez a darab, ez egy macska darab. Egy Chris Hazel nevű angol komponistának a darabja, aki ezzel a részfúvós művel emlékezik meg az egyik macskájáról, a sok közül, mert ugye, ő egy nagy állatbarát volt. És hát tulajdonképpen ezzel befejeződött ez a hangverseny. Kívánunk önöknek a Concerto Budapest valamennyi tagja nevében boldog karácsonyt, örülünk és köszönjük, hogy velünk tartottak ezen a hangversenyen.